Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez én nevem Tamás Zsolt. 1996-ban mutatkozott be az Audi A3, aminek 1999-ben már napvilágot látott az S3-as jóval erősebb testvére. Utána pedig időrendben tovább haladva 2006-ban érkezett a következő S3, 2011-ben pedig már az RS3 Sportback is piacra lépett. 2013-15 a következő S3 RS3 páros, 2020-ban pedig megérkezett a negyedik generációs A3, ezzel pedig az új RS3 is. Ezt található itt most mellettem gyönyörű szép sárga színben, fantasztikus formatervel és szedán kivitelben. Ugyanis volt egy Audi nap, ahol vezettem az SQ8-at, egy olyan SUV-t, ami 507 lóerős és 770 Nm-es forgató nyomatikú V8-as motorral rendelkezik. Hogyha kíváncsiak vagytok arra a videóra, akkor a leírásban megtaláljátok a linket hozzá. Ez a modell viszont nem kevésbé izgalmas, hiszen az Audi RS3 szedán legújabb változata, az A3-nak és az S3-nak a legerősebb kiadása, továbbfejlesztett fékekkel, merve felfüggesztéssel, egyedi felni készlettel, 5-hengeres motorral. Lássuk tehát, hogy milyen, mit tud, milyen erővel rendelkezik, milyen menedinamikával bír, és hogy használható mindennapokban egy ilyen elképesztően erős jószág. Az Audi A3 családnak sosem az volt a célja, hogy nagynak látszódjon. Mégis már méreteket tekintve ez az RS3 szedán a régebbi A4-ekkel vetekszik. 4542 mm hosszú, a tengelytávja pedig 2631 mm és 1412 mm magas, vagyis alacsony, nem csak dinamikus, hanem aerodinamikus is. És nyilván a sárga szín hozzátesz ahhoz, hogy kiemelje a nagy közönségből az utakon futó modellek közül, illetve az első fényszóró, amik nem csak ledesek, hanem matrix ledesek. Ráadásul a menetfény is változtatható, a fedezeti rendszernek a segítségével módosítható, hogy ilyen kicsit ilyen kockás zászló legyen, vagy inkább csak sima négyzetek jelenjenek meg rajta. A vágóképeken látszik, hogy milyen baromi jól néznek ki ezek a ledes menetfények is, és hát tudja kapcsolgatni a különböző ledeket a rendszer, annak megfelelően, hogy előttünk halad-e valaki, vagy szembe jön-e bárki más. Kiemelendő még mindenképpen a színre fújt első lökhárító, illetve a hatszögletű single frame hűtőrács, valamint a matt Audi logó. Érdekes döntés ez, mert én a német gyártó helyében bár itt sportos, de hirdetném még inkább, hogy hozzám tartozik ez a modell, mert a korábbi generációhoz képest szerintem sokkal dögösebb lett, és jóval jobban néz ki, főleg itt a progresszív légbőmlőknek köszönhetően. Egyértelmű viszont, hogy ami a lényeg, az itt a gépházszető alatt duruzsoló 5-hengeres, 401 lóerős erőforrás. Hát de még előtte azért nézzük meg a motorrászatőt, aminél több ilyen kis metszet is van, amik szép ívként futnak egészen idáig a szélvédőig, de talán a legszemrevalóbb az az övvonal, ami az első lámpáktól egészen a hátsó lámpáig elmegy. Feketére fényezett visszapillantó tükör, elképesztően nagy felni, fekete RS logóval ellátott féknyereg az, ami lassítja az autót, ennél van még magasabb felszereltség is kerámia fékekkel, és áramvonalas az autó, felül napfénytetővel, oldalt pedig sárga, illetve fekete színkombinációval ellátott spoilerrel, de még ide is jön a levegő, tehát így végig próbálták ezt az aerodinamikát még jobban kiaknázni, és hát a kerekeknek a dőlésszöge is megér néhány mondatot, majd hamarosan szót is fogok ezekről ejteni, mert eleve alacsonyabb az autó, mint az S3 vagy az A3, de a dőlésszögén is változtattak, és még egy picit ide hátra jövök, hiszen ugye az ajtóknak a nyitása is kényelmes, és egész tágasra nyílnak, ráadásul a tengelytáv mérete már lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak elől férjen el az ember kényelmesen, hanem hátul is maradjon láb, illetve fejtere is. Nem vezetés közben, hanem most fogok egy kicsit mesélni a futóműről, ami nem merül ki abban, hogy elől megferzon, hátul pedig multilink, hanem a kerekeknek a dőlés szöge is változott az S3-hoz és az A3-hoz képest, ahogy korábban is mondtam, illetve merevebb kerékagyakat is használtak, hiszen így az új összkerékhajtás miatt nagyobb erők lépnek fel. A hasmagasság az A3-hoz képest 25, az S3-hoz viszonyítva pedig 10 mm-rel csökkent, és ha már kerékdőlés, az első kerékdőlés 1, a hátsó pedig fél fokkal nagyobb. 33 mm-rel szélesebb az első nyomtáv, és alapfelszereltségként már 6 tugattyús fékek vannak elől, és acéltárcsák, felárért pedig 10 kg-mal könnyebb, 380 mm átmérőjű karbonkerámia rendszer. Amit még ki kell emelni, hogy hátul a korábbi differenciálmű helyett elektronikus vezérlésű több tárcsás kuplunggal osztja szét a nyomatékot a rendszer, egyik kerékhez is képes küldeni az összes nyomatékot, valójában ez a nyomaték vektorozás és a drift mód, vagyis az RS Torque Rear, hiszen az RS módra kapcsolva
lényegében hátsó kerék meghajtású lesz ez a modell, olyan vezetési élményt garantálva, amit talán eddig RS3 vagy S3 még sohasem biztosított a sofőrje számára. Tény, ami tény, hogy a mindennapokra én biztosan nem választanék szedánt, nem praktikus, szóval akkor legyen inkább kombi vagy ötajtós, hogy lehessen bele pakolni. Ha viszont sportkocsit keresnék, akkor már a szedán forma bizony-bizony ott lenne a szeren, hiszen kiadja ez a design. Így lesz igazán vérmes ez a jószág és többek között, plusz a hátsó spoilerrel, ami karbon mintázatú és a fekete fényezésével tökéletesen illik ide a sárga színhez, a harmónia hibátlan, a hátsó fényszoroknak is a játéka magával ragadót, főleg amikor beindítjuk, vagy éppen leállítjuk az autót, és a vágóképeken ez jól is látszik, és hátul bár egy csőnek tűnik, de dupla kipufogó van jobb és bal oldalon is, valós kipufogó is, de hát, hogyha alánézünk az autónak, akkor látszik, hogy 4 kidörgővel rendelkezik, ahonnan csodálatos hangok jönnek ki, köszönhetően nem csak a kipufogó rendszernek, hanem az 5 hengeres, 401 lóerős motornak is. És a lámpák mellett itt is az a diffúzor rész, illetve a sárga-fekete harmónia, ez mind megvan. Ha pedig kinyitom ezt a csomagtér ajtót, akkor látszik, hogy teli van mindennel. 338 liter, meglehetősen szűk bejáratú. Szerencsére ezt a kis részt elrejtették, szóval esztétikailag azért jól néz ki, ledönthetők a hátsó ülések, de kisebb, mint például a hatchbacknek, azt hiszem ilyen 25-35 literrel ez a csomagtér, de nem is a mérete az, ami valójában nem ad okot arra, hogy nagy dolgokat cipeljünk magunkkal, hanem inkább a bejárata, na nem mintha mondjuk egy ilyen erős szedánnal az lenne a cél, hogy Auchanba menjünk vásárolni, de hogyha megyünk, akkor biztos a hangja miatt mindenki oda fog nézni. Én szerintem ez az autó így, ahogy van, sokkal vérmesebb, sokkal agresszívebb, sokkal inkább sportautósabb, mint a korábbi generáció. Menő részletek, kiváló összeszerelési minőség, és néhány dolog, amiben bele lehet kötni. Nagyjából ez jellemzi az Audi RS3 2022-nek a belsejét, mert ez a kormány, hát ennek olyan baromi jó a fogása, főleg ezekkel a izzadság elvezető kis textúrákkal, alul lenyesték, RS logóval ellátták, itt van az Audi embléma, és lényegében három ágú fizikai gombokkal, amelyeken keresztül lehet vezérelni a kijelzőt, külön kis funkciógombunk is van, illetve innen lehet szabályozni a zenét, mert baromi jól szól az is. Na de, anyaghasználat. Lényegében puha anyagok jellemzik az autónak a belterét, alkantara borítás, ilyen kis ledes fénycsíkok vonulnak itt végig, jól néz ki ez a golfütőszerű ajtónyitó kilincs, és az ablakemelő gomboknak a vége is textúrázott, az ablakemelésnek a hangja pedig nem annyira finom, mint az SQ8-ban, de teljesen jó úgy összességében, annál kevésbé, hogy itt, ha látszik, bizony-bizony ilyen lakkozott felületet kapott a műszerfalnak a baloldali területe, nyilván porosodni fog, de ide ritkán fogunk nyúlni, hiszen a fényszóró automatikusan működik. A régi Audi A3-okban viszont a kerek alakú légbőlő nekem jobban tetszett, mint ez a túl általános, de hát ennyi baj legyen. Tempomatkar és a 12,3 incses digitális műszeregység, ami lényegében szabadon konfigurálható és többféle nézetet is tartalmaz. Nyilván a modernség jellemzi az autót belülről is, középen pedig itt van a 10,1 incses fedezeti rendszer tartalmazó panel, ami hát gyönyörű színekkel, jó betekintési szögekkel, és nem haptikus, de ilyen hangvisszajelző rendszerrel azért rendelkezik. Ami pedig még jó hír, hogy az Audi visszatért a fizikai gombokhoz, így lehet többek között a hőfokot szabályozni, bekapcsolni például az ülésfűtést, vagy lejjebb tekintve a Start-Stop, a Drive Mode Select, illetve hát az önbeparkolás is, két USB-C csatlakozó, illetve itt is nagyon fényes, lakkozott terület, ennek mi értelme van, ezt viszont össze fogjuk karcolni, nem lesz szép. Az elején, amikor kijön a szalomból, elegáns, de utána már szerintem ezzel csak a baj lesz, ez pedig ilyen érintés érzékeny, és így lehet a hangrendszert működésre bírni, Start-Stop gomb, illetve elektronikus kézifék, két pohártartó, könyöktámasz, és hát mindenképpen kényelmes ülések, bár a fejtámla az nem állítható ezeknél az RS üléseknél, le lehet nyitni, itt is van sminktükör LED világítással, valamint napfénytetővel is ellátták ezt a konkrét modellt. Azért összességében elég baráti ez a beltérés minden téren,
a luxust, a minőséget, a prémium kategóriát idézi, de azért lehetne egy kicsit kevesebb lakkozott felület, ellenben, hogy sok fizikai gombot találunk, az is mutatja az autóiparnak a ráeszmélését arra, hogy nem kell ide érintőpanel, nem kellenek ide érintőgombok, jó így, hogy van, ettől még nem lesz kevésbé stílusos egy autónak a beltere, hát még az RS3 belseje. Az a durva, hogy amikor egy 507 lóerős SQ8 után az ember beül egy 401 lóerős RS3-ba, akkor azt hinné, hogy hát nyilván az 507 lóerő az erősebb, nem? Hát persze, hogy erősebb. De hogy az papíron igen, de ott több mint 2,2 tonnát kell megmozgatnia, itt meg nagyjából másfelet. Azért annyira sportautósabb ez, annyival jobban vezethető, hogy leírni és elmondani sem lehet. És akkor még ott van, hogy 500 Nm a nyomaték, és RS Performance módban 3,8 másodperc alatt 100-on van az autó. 3,8 másodperc. Tényleg elképesztő, és mind a mellé, az a muzsika, az a zenebona, az a koncert, amit az 5 hengeres, 2,5 literes TFSI benzinmotor a fülünkhöz dúdol, az mindennél jobb, de tényleg. Állandóan ezt a hangot szeretnénk hallani, ennek ellenére most egy picit vissza fogom venni komfortba, hogy tudjak mesélni is egy kicsit erről az autóról. Ugye itt van még egy 7 fokozatú dupla kuplungos automata váltó, ami egész jó partner ennek a motornak, úgy általában. De nem mindig. Tehát vannak pillanatok, amikor nyilván a nagy nyomaték miatt is, meg a visszakapcsolásnál azért vagy nagyot rúg, vagy pedig kicsit túl gondolja, és úgy hirtelen akar kapcsolni, de amikor már megyünk, és amikor mondjuk átvesszük fölötte az irányítást itt a kormány mögött lévő kis váltófülekkel, akkor bizony sokkal jobban reagál mindenre, tehát jobb ilyen félautomata rendszerrel kicsit manuálisan tologatni fölfele vagy lefele a fokozatokat, ahhoz, hogy igazán élmény legyen ezt az autót vezetni, és főleg úgy, hogy a RS tork módnak köszönhetően ugye kvázi drift móddal a hátsó kerekekre ereszti a nyomatéknak a lényegében 100%-át az autó, így valójában olyan, mint egy sportautó, ami a vezetési élmény legmagasabb szintjét képviseli. Nem csak a mindennapokra, hanem egy átlagos sportnapra sem kell lennie több, és a hang az, ami tényleg magával ragadó, ami fölteszi az íre a pontot. Ugye az Audinak az 5-hengeres motorja egyébként is történelmi, egyébként is klasszikus, és az egyik legjobb, hát gondoljunk csak a 80-as évek végére, vagy a 90-es évek elejére, és azóta is azért az Audi TTRS-ben, és még számos más modellben megtalálható ez az 5-hengeres motor, vagy pontosabban ugye nyilván nem ez, de 5-hengeres motor, és egy ilyen baby V10, nagyjából azt lehet róla mondani, tehát azért valljuk be, egy félbevágott V10 majd, hogy nem, az is tud olyan dallamokat, hogy az ember ezt akarja hallgatni, és hiába van itt olyan fejlett hangrendszer, aminek mély nyomó is a része, soha szinte egyszer sem kapcsoltam be, azon kívül, hogy leteszteltem, és nyilván azért az RS monitor itt a fedezi rendszernél segít minket abban, hogy lássuk a hűtőfolyadéknak, a motorolajnak, vagy éppen a váltóolajnak a hőfokát, és amit elmeséltem a futóműről, hogy nem csak egy sima McPherson, vagy éppen multilink futómű az, ami segíti itt a kanyarodást, a stabilitást, hanem a csökkentett hasmagasság, vagy éppen a nyomatékvektoros hátsó differenciálmű. Az Audi összerakta azért ezt a quattrohajtást. Nagyon régóta jó szolgálatot tesz az autóknál, és ennél az RS5-nél pedig azt lehet érezni, hogy lényegében kiteljesedett ez a technológia. És itt most például, amikor elengedem a gázpedált, akkor rug egyet a váltó. Nagyon csúnyát rug, de lényegében erről eltereli a figyelmünket, a motornak a hangja. A futóműnél viszont ugye hát nyilván rengeteg adatot elmondtam, de hát mi a tapasztalatom ezzel kapcsolatosan? Nyilván
azért elég sportos, tehát meg tudjuk érezni az úthibákat. Most itt a soroksári hátsó részén közlekedek, és valójában itt már a különböző kis kátyúk, ilyen mélyedések meg tudják dobni az autót, de közben olyan stabil, elképesztően jól tartja az utat az autó, minden pillanatban érezni lehet rajta a stabilitást, és azt, hogy várja a gázfröccsöt, várja a kanyarodást. És a kormány is nagyon szűk keretek között mozog, nem kell túl sokat forgatni, éppen ezért azonnal reagál az autó a különböző kormánybillentésekre, le a kalappal az Audi mérnökei előtt. Hát persze a fogyasztás azért ilyenkor, amikor nyomogatjuk neki, jelentősen képes megnőni, lényegében felesleges is figyelni, és nehezen is található meg egy kicsit a menürendszerben, itt a különböző pontokat kell módosítani ahhoz, hogy ez valójában előbukkanjon. Hogyha állandóan tapossuk neki, akkor képes 30 litert is megenni, de inkább 20 és 25 között. Ha viszont konstans megyünk ilyen 80-90-es tempót, akkor még 10 alá is vihetjük. Én néztem az eddigi 5300 km-re vetített átlagot, és ilyen 14 liter volt, 43 km/h, szóval nem dugóban araszolással, valószínűleg azért ezt az autót, hát hogy is mondjam, az átlagosnál is jobban használták, hiszen ez egy tesztautó, ilyen Audi napokon is részt vesz, meg minden egyéb programban, ahol igazán az a lényeg, hogy feszegessük a határait ennek az autónak, tehát nincs ebben semmi meglepő, azért 401 lóerőtől ennél kevesebbet nem szabad várni, sőt, átlagban vegyesben a 3.7 V6-os Stinger az még literekkel többet evett annó nálam, és teljesítményben azért jelentősen elmaradt ettől az autótól. Árazás szempontjából viszont érdekes, hogy nem igazán találtam magyar árakat erről az autóról, a konfigurátorban is az RS modellek között csak az RS6, RS5 és az RSQ8, illetve az SQ8, a többiek vannak benne. Ez a konkrét példány még nincsen, ugye ez egy elég új modell, bár nem ma mutatták be. Mindenek ellenére külföldi árak ilyen nagyjából 70 ezer eurótól kezdődnek, ami mostani árfolyamon nagyjából 30 millió forintot jelent, és hát innen fölfelé lehet elszaladni. Ennél jóval, de jóval olcsóbb az A3, de még az S3 is, több millióval, plusz itt is, amennyire szétkonfiguráljuk a választott autónkat, annak megfelelően milliókkal is eltérhet az ár fölfele vagy lefele. Nem kevés pénz, nyilván átlagpénztárcának ez nem való, nem is lesz való, és átlagember ezt nem fogja vezetni, én is csak azért, mert tesztelek autókat. Ellenben az SQ8 után az RS3 szedán tényleg egy mérnöki remekmű, az is csoda, az is a technológia csúcsa, de vezetés szempontjából, hang szempontjából, erő szempontjából ez az autó, ez mérföldekkel jobb, hát mégiscsak egy nagy SUV, illetve egy alacsony építésű sportszedán. Na melyiket választanátok? Ezt már az SQ8-nál is megkérdeztem, de az RS3-nál is, hogy mi a kedvenc Audi RS modelletek? Tényleg kíváncsi vagyok, és mindenképpen írjátok meg kommentben, illetve, hogyha tehetitek, akkor lájkoljátok a videót, főleg, hogyha tetszett, amiről beszéltem, közösségi oldalakon is tudtok követni engem, és ami még nagyon fontos, hogy tudjátok támogatni is a csatornát, mert éppen most törtem össze félig a GoPro-mat, lezuhantam a drónnal, tehát sok mindent feláldoztam ezért a videóért, de hál' Istennek még mind a kettő működik, bár a GoPro-n azért, hát hogy is mondjam, harci sebeket lehet látni. Na minden esetre szép napot kívánok mindenkinek, további jó munkát, sziasztok!